Reggeli Monitor. Zöld tégla elnevezésű fejlesztést hajtott végre a Szegedi Tudományegyetem. Mit lehet tudni, mi valójában ez a zöld tégla? Ez egy olyan speciális tégla, amit hogyha megfelelő helyen elhelyezünk egy tüzelőberendezésbe, főként fatüzelésű berendezésről beszélünk, kemencék, kályhák, kandallókba, akkor képes arra, hogy amikor begyújtunk, akkor a tűzben ugye nem mindig tökéletes az égés, és nagyon sok káros anyag megy ki a füsttel. Ugye ide tartozik például a szénmonoxid, amit tudjuk, hogy elég káros, ugye halál eseteket is okozhat, de ugyanúgy egyéb környezeti szennyezőket is tartalmaz, és ez a tégla képes arra, hogyha megfelelő helyre elhelyezzük, akkor átalakítja ezeknek a káros anyagoknak egy részét, ezáltal kevesebb ilyen káros anyag fog kimenni a kéményünkből. A zöld nevet pedig pontosan ezért kapta, ugye minden zöldnek hívunk, ami környezetnek segít, ezért kapta ezt a zöld tégla elnevezést. Hogyan zajlik egyébként ennek a zöld téglának a gyártása? Milyen anyagokat tartalmaz? Tehát ez egy nagyon egyszerű kerámia alapú tégláról van szó, ezért is hívjuk téglának, tehát hasonlóan, mint amikből a téglák készülnek, nyilván egy picit másabb, de minden alapanyag, amiből ez van, ez könnyen beszerezhető, egyszerű építőiparban is használatos alapanyagokból készült kerámián alapul, és egyszerű öntési vagy éppen nyomási technológiákkal tetszőleges méretűre, alakúra formálhatók, így ezáltal akár több típusú berendezéshez is könnyen illeszthetők, és ez kap egy speciális bevonatot, ez a tégla, amely bevonat egyrészt jó barátságba kerül ezzel a téglával is, illetve maga a bevonatnak lesz meg ez a hatása, ami képes arra, hogy a káros anyagokat átalakítsa. Említette, hogy képes átalakítani ezeket a káros anyagokat, akkor ez a rendszer segítséget nyújt a házban lakóknak is, illetve a kinti környezetnek is, hogy a levegőben nem kerülnek káros anyagok? Így van. Tehát ezzel talán három dologba lehet összefoglalni a jó hatását. Az egyik az, hogy kisebb lesz ugye a szénmonoxid mérgezés esélye a házainkba, ugye az az egészségünknek nagyon jó. Kettő, a környezetet nem szennyezzük, ugye ami nagyon, nagyon fontos manapság. A harmadik pedig az, hogy mivel tökéletesedik az égés, tehát nem megköti, hanem átalakítja a nem tökéletesen elégett anyagokat, ezért sokkal több hő is szabadul föl, tehát az azt jelenti, hogy nyilván ezt így nehéz számokba önteni, de akár ugyanannyi fa begyújtásával lehet, hogy egy pár tized fokkal melegebb lesz odabent, vagy egy picivel kevesebb fa is elég, és akár tüzelőt tudunk megspórolni egy fűtési szezon alatt. Mikor kerülhet tömegesen használatba egyébként ez a zöld tégla? Jövő nyárra tervezzük, ugye a prototípusunk az működött, és mostanában zajlanak ugye a tömeggyártási lehetőségek, úgyhogy nem bízunk, hogy a következő fűtési szezonra ez már teljes felállással és megvásárolható lesz mind a lakosság számára, illetve mind az ipari felhasználás. Említette, hogy zajlik akkor a gyártás, akkor ezt már lehetne használni akár most is, vagy még további fejlesztés alatt van ez a rendszer? A prototípusunk van meg, tehát nálunk itt az egyetemen egy bizonyos kemencére ezt teszteltük, ott a szénmonoxidnak a mennyiségét 50%-kal volt képes csökkenteni húzamosabb ideig. Nyilván arra viszont, hogy más kályhákban is hogyan működik, azokat még kell vizsgáljuk, illetve különböző kandallós cégek keresnek meg minket, különböző kéményseprő cégek, akik a kéménybe akarják ezt építeni. Tehát nagyon sokan felhasználási terület van, ahol mindenféleképp ki kell próbáljuk, hogy az működik-e, mielőtt ugye azok kikerülnének akár a piacra. Akkor nagyon komoly teszteléseken megy keresztül ez a rendszer, de milyen szempontoknak kell megfelelnie? Valahogy úgy néz ki a tesztberendezésünk, hogy van egy fatüzelésű kályhánk, és aztán a füstcsőbe nekünk be van vezetve egy elég drága műszernek a szondája, az érzékelője, és hát ott vizsgáljuk a szénmonoxidot, nitrogénoxidokat, a keletkezett füst, tehát a korom mennyiségét, és nagyjából ugye azt csináljuk, hogy hogy működik a kis kályha a tégla nélkül, és hogy működik a téglával, és hát a kettő állapot közt ugye meg tudjuk vizsgálni, hogy tényleg mennyire hatékonyan képes eltávolítani ezeket a káros anyagokat. Úgyhogy nagyjából a tesztjeink így zajlanak, és hát ugye ez, amikor ha tovább megy például egy kandallógyártónál, akkor neki ugye utána egy szabványos vizsgálatra kell majd elküldenie, ahol ugye európai szabványoknak kell megfelelni ezeknek a berendezéseknek, és azt tudják bizonyítani ezekkel a mérésekkel. Meddig működhet egyébként egy ilyen eszköz? Milyen gyakran kéne cserélni ezeket? Egyelőre a tesztjeink azt mutatták, hogy egy fűtési szezont
kibír egy tégla. Az, hogy ez tovább is bírja, azt nem tudjuk még, ugye ezt próbáljuk tovább tesztelni, és hát ugye ami a fejünkben van, ugye egy pont, ahogy előbb is kérdezte, lehet, hogy lesz egy egyszerű verzió, amit mondjuk cserélni kell szezononként, de lesz egy olyan verzió, amit nem kell cserélni, csak mondjuk 5-10 évenként, vagy akkor se. De nyilván ez hipotézis, azt szeretnénk, hogy a legolcsóbb, legegyszerűbb tégla kihasson örök életre, ugye ez volna a cél, nyilván ez a kutatás lényege, hogyha ezt tudnánk, akkor az nagyon jó lenne. Viszont épp ezért gondolkodunk abba is, hogy azt kell tudni ezekről az anyagokról, hogy ez nem merül ki, nem olyan, mint egy szűrő, hogy eltömődik és ki kell dobni, hanem újra lehet aktiválni, úgyhogy mindenképp valamilyen csererendszert tervezünk ki, hogyha netán mondjuk szezononként erre szükség van, hogy visszakapjuk mondjuk a kimerült téglát, mi azt újra aktiváljuk, és helyette mondjuk egy jóval kedvezményesebb áron, vagy épp cserébe tudjuk adni, mint amikor a gázpalasztot cseréli az ember, ugyanúgy egy elhasznált tégla helyett kap egy új téglát, és akkor mi egy egyszerű aktiválási módszerrel újra tudjuk azt aktiválni, hogy az megint dolgozzon a jövőbe.